Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Vox 2024 az egyenes beszédben. Jó estét kívánok, Kunhalmi Ágnesnek, itt van már velem szemben. Jó estét kívánok. A DK, az MSZP és a párbeszéd közösen indul az EP választáson, ezt a mai napon bejelentették. Dobrev Klára úgy fogalmazott, hogy ez a megállapodás az Orbán rendszer leváltásáról szól. Akkor ez önkormányzat és az EP választása szól, vagy 26-ra is, vagy mindkettőre, mindháromra? Ugye olyan sokszor elmondtam önnek is itt az egyenes beszédben, hogy szerintem már a nézők kívülről tudják a mondókámat, meg az MSZP mondókáját, hogy együtt kell működni, és nincs 26-24 nélkül. Tehát nagyon fontos, hogy amit még nem próbált ki az ellenzék, hogy két választás közötti időszakban is induljon közösen választásokon, ugye most van az EP, és most van az önkormányzati választás, illetve stratégiai megállapodásban működjön együtt, közös programalkotás, és végre, amit oly régóta mondunk, és oly sokszor elmondtunk, nem fogunk szétszaladni a 24-es európai parlamenti választások után, hanem építkezünk folyamatosan, és ezzel a kormányzattal, ezzel a szélsőjobbra nyitott autoriter rendszerrel szemben, egy baloldali szociáldemokrata blogban, egy baloldali szociáldemokrata zöld, alternatívát ajánlunk a fidesz szemben. Ugye önök eredetileg azt szerették volna, hogy teljes ellenzék összefogás van, ez nem sikerült, hiszen az LMP és a Momentum ebben az összefogásban nincs benne, ez három pártot érint. Nagyon sokan azt mondják, vagy van aki azt mondja, hogy ez a megállapodás leginkább az MSZP-nek és a párbeszédnek előnyös. Mit mond erre? Mert hogy minden kutatás azt mutatja, vagy azt mondja most a legfrissebbek is, hogy nem jutnának be az EP-be, a DK viszont beviszi így a párbeszédet és az MSZP-t. Ez a megállapodás az ellenzéki szavazóknak, akik le akarják valóban váltani Orbánt, azoknak előnyös minden ellenzéki szavazótábor, baloldaliak is, liberálisok is, zöldek is, 80 a mondja azt, hogy csak egy széles együttműködésben és koalícióban tudunk együttműködni. Ezt egyébként még az újdonsült Magyar Péter úr is tudja, hiszen a túloldalról jött, nagyon jól ismeri a NER rendszerét, Tudja, hogy a választójogi törvényt nem fogjuk tudni megváltoztatni. Most ebben a történetben a baloldaliak és a párbeszéd, mint zöld baloldali párt egy körülbelül másfél milliós, 25 százalékos blokkot alkotunk. Ez Európában az egyik legerősebb már a 27 Európai Uniós tagából ötödik legjobb blokk és legerősebb blokk, és én arra kérem Ez a szavazokat. 25 os blokkot, azt, azt uh, hogyan számolták? A DK és az MSP nek és a, a, párbeszédnek a a szavazó bázisa, mert ugye jobb, ha a szavazó bázisokat nézzük. Hát ezt a kutatások alapján. Persze, persze, az Avest Research márciusi, bocsánat, ha ezt kérdezte, akkor ez az első négy helyen DK-s jelölt van, ugye ez ki is jött a hírekben, az ötödik MSZP és a hatodik DK s és a hetedik párbeszédes, ez így van, ez, ez helytálló. Helytálló, és ez a mintázat megy végig a listán? Az ötödik MSZP és Tűtőkata? Ő neve viszont Igen. nem jelent meg a, a sajtóban, és a hetedik párbeszédes nem Jábor értelke. Benedek? Hát a párbeszéd nevében nem tudok nyilatkozni, én még azt se tudom pontosan, hogy egyébként ki lesz a hatodik dk de azt tudom, és itt ez a lényeg számunkra, hogy az első négyet a DK adja, az ötödiket meg az MSP, hatodikat ismét a DK, és hetediket a párbeszéd, és ez a mintázat megy, és a mostani Záves Research márciusi adatai szerint a hetedik hely éppen megvan, azért kell dolgozni, hogy minél jobban szerepeljen ez a zöld baloldali szociáldemokrata zöld lista, hogy Orbán Viktornak a helyeit elvegyük az Európá Parlamentben, ez valóban garanciája ez a koalíció és ez a lista arra, hogy Orbánék és a szélsőjobb nem törhet át, minél több mandátumot el kell venni Orbánéktól, mert hogyha áttörnek a szélső jobboldali szövetségeseivel, ahogy Magyarországon leépítették a szociális rendszert, a szociális Európa vízióját akarják megölni, a szociális Európát akarják leépíteni, Orbán minden szélső jobboldali uh, szövetségesének a programjában lényegében majd, hogy nem benne van, hogy nem kell szociális Európa, és hogyha ezt nem tudjuk megakadályozni, és ez az igazi oka, hogy egyébként együttműködünk mi baloldaliak, akkor elbúcsúzhatnak a magyarok az európai minimálbértől, az európai forrásoktól, az Európai minimálnyugdíj, meg a családi pótlék, ami elérhető lenne a magyaroknak, arról meg ne is beszéljünk. Tehát ez, ez a tét, hogy Orbán ezeket ne tudja a magyaroktól találni. Az Európai minimális volt már egy szavazás egyébként az Unióban. Ne, nézzük a reakciókat, mert ahogy mondtam, voltak, akik kimaradtak, például a Jobbik, Gyöngyösi Márton, a pártelnöke, azt mondja, és EP képviselője, összenőtt, ami mindig is összetartozott, Gyurcsány pártjából olvadt az MSZP és a párbeszéd. Szerint ez nem a NER lebontását, hanem az érintett pártok, vagyis az önök túlélését célozza. Mit mond erre? Egyik egészen egy, itt ülne Gyöngyösi úr, az oz és politikáját nagyon jól ismeri. Én azt gondolom, hogy kijelenteni másfél millió szavazóról azt, hogy egyébként erre nincs szükség, vagy, vagy ezek itt így itt maradtak. Valaki azt mondta, hogy ez volt a kedvenc, hogy ó, baloldal. Hol az új? Hát ő lehet, nincs, hogy arra gondol, hogy bocsánat, vagy Ungár Péter, hogy a párbeszéd soha még egyetlen választáson sem indult, és 2 százalék fölött nem nagyon mérték, tehát lehet, hogy egyébként ez nem az MSZP-re értett, hanem a párbeszédre. Az is fontos számunkra, az az, azok a zöld baloldali szavazók, ugye Ungár Péter pártja egy zöld párt, mondja magát, amely inkább most már a jobb oldal irányába kacsingat, ezért egyre kevéssé van velük dolgunk, nekünk a baloldali zöld gondolattal van, ami a fenntarthatóság, a környezetvédelem, de hogy két köznapi példát mondjak, az MSZP egyik veszőparipája, a kádárkockák felújítása, a panelek felújítása, ez tipikusan a szigetelés, az egy zöld baloldali program, és mi azért küzdünk, hogy minél több szavazatot kapjunk, hogy erre forrást tudjunk hozni, és amit a meg Karácsony Gergely megcsinálta Budapesten, hogy közvetlenül tudtak hozni forrást az Európai Unióból. Dobrev, klára, tüttőkata azért fognak küzdeni, és az egész csapat, aki ez együtt indulunk, hogy minél több olyan forrást hozzanak az Európai Unióból, amit a kormány nem lát, hanem az önkormányzatok közvetlenül tudnak elkölteni. Ugye felvetődik a kérdés, hogy miért is van külön Demokratikus koalíciós MSZP. mi a különbség önök között, főleg ezután az összefogás és, ö, után is nem is vetődik fel önökben az, hogy újra egy párt legyenek. Egy párt voltak. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ezek a pártoknak mindegyiknek megvan a saját maga identitása. Mi De akkor mi, mi én... a különbség a mondjuk a DK és az MSZP között? Én úgy fogalmaznék, az MSP az egy tradicionális, klasszikusan szocialista. Párt. A DK inkább számomra polgári radikálisokra hasonlítanak, amelybenek vannak baloldali szavazóik, és nagyon sok tekintetben vannak a programok szociáldemokraták. Ma már inkább ők is haladnak a szociáldemokrata út felé, tehát ma egy pár családban is vagyunk az Európai Parlamentben, tehát ha Tütő Katából képviselő lesz, meg a DK-sokból egy pár családba fognak beülni, illetve hogyha a hetedik párbeszéd is be tud jutni, akkor ő meg a zöldekhez fog egyébként meg lenni, de nagyon sokszor már koalíciót kötünk. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy megtartsuk ezeket. A szociáldemokráciának is nagyon színes és széles. Még az MSZP-ben is, ha tudna, hogy egyébként vannak a népi platformok, a klasszikus szocdemek, az államközpontú, tipikus, ö, tradicionális szocialisták. De egy közös van bennünk, hogy mi szeretnénk egy demokratikus Magyarországot, és egy baloldali, egy olyan szocdem világot felépíteni, ahol az esélyegyenlőség, a társadalmi szolidaritás, az igazságosság és egy szociális állam meg tud valósulni. Ezek nem utópisztikus gondolatok, és most végre van kire szavazni. Tehát akik együttműködést akartak, és valódi alternatívát, azoknak most megnyílik a lehetőség. És nagyon büszke vagyok egyébként az MSZP-re, hogy kitartott a végsőkig azért, hogy az együttműködésnek ebben az autoriter rendszerben az ozmeg és uralkodj politikáival szemben nincs alternatívája. Én köszönöm az MSZP minden tagjának, és köszönöm a párbeszédnek és a demokratikus koalíció nem csak vezetőinek, hanem tagjainak. Is. Az előbb emlegette Magyar Pétert, hogy ő is látja, hogy nem lehet csak úgy egyedül önállóan leváltani a kormányt. Hát Magyar Péter üzent az ellenzéknek is, és kifejezetten azt mondta, hogy ezt az ellenzéket is le kellene váltani, és ezzel az ellenzékkel nem lehet együttműködni, mert hogy már kompromittálódtak. Tehát ezt is mondta. Hát ezek 26 szempontjából nem a felé vezető mond mondatok, és nem azt az sávot vagy ösvényt építi, amelyel valóban Orbánt meg lehetne verni, Sokan kérdezték tőlem a mai sajtótájékoztatón is, hogy egyébként Magyar Péter jelenség az mit okoz az ellenzéki oldalon. Szerintem más hogyan viszonyulnak a színes ellenzékben. A klasszikus szocik, mi, a dk a szocdemek, tehát a baloldali blogba szerintem nem harap bele. Mert mi nem tudunk mit kezdeni valóban azzal, amit Magyar úr mond, hogy akkor egy Orbán nélküli Fidesz. Nekünk, balosoknak, szociknak nem kell Fidesz. Mi nem akarunk, hogy a jobb oldal kormányozzon, ez a 2010 utáni autoritár szélsőjobbra nyitott rendszer, meg végképp azt hogy örökre el kellene tüntetni. Egy demokratikus jobb lenne szükség. Ahol igazából, ahol látom, hogy lelkesedés is van magyar úr tevékenysége iránt, azok a liberálisok az ellenzéki oldalon, a párt nélküli Orbán ellenesek, Fidesz ellenesek, és az a maroknyi, a Fideszből kiábrándult egy-másfél százaléknyi volt Fideszes, ezek így együtt, úgyhogy Köszönjük, mi csináljuk a magunk dolgát, és 26-ra megnézzük azt, hogy akkor nekünk Magyar Péterrel, Donát Annával, vagy a kétfarkú kutya kutyapárttal kell majd megegyezni. Azért, De együtt működnének vele, mert egyébként ő is a lebontásáról beszél. Mi nekünk nagyon komoly szociáldemokrata értékeink vannak. Ha ezeket az értékeket elfogadja, ha nem derül ki róla az, hogy egyébként ő, 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 neki jó, jó az, amit a Fidesz csinál, nagyon sok tekintetben nem jó, az adórendszerben nem jó. És még sorolhatnám, akkor, akkor nem tudunk vele együtt működni, meglátjuk. Én, én koncentrálnék arra, amit most megalkottunk, amire nagyon büszke vagyok, amit elértünk, amely otthon tud nyújtani, remélem nem csak másfél millió, hanem akár több szavazónak is Magyarországon, biztonságosan és Orbán ellenesen. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.